Jogi szabályozás szerint 2013. január 1-től a Klapkagyögy Múzeum a Komáromi Önkormányzat fenntartásába került át. Tulajdonképpen már eddig is az önkormányzat maximálisan támogatta a múzeumot, hiszen a rezsiköltségeinket ő fizette, volt olyan, hogy a szakmai munkát is ő fizette, de hát most már teljes egészében, tehát a személyi bérek, a szakmai munka, a rezsiköltség mind a városra hárul. Úgy gondolom, hogyha nem is történt volna meg ez a törvényváltozás, ami miatt ugye átkerült a múzeum a városhoz, idővel azért érdemes lett volna a város fenntartásába kerülni mindenképpen, hiszen ez a múzeum a városban működik, a városért működik, a város történetével, régészetével foglalkozik, tehát igazándiból itt vagyunk, itthon. Az intézményben a fenntartó váltáson túl is voltak változások. A téli leállás időszakában ugyanis felújították a római kori állandó kiállítást. Ez elsősorban installációs felújítást jelent, hiszen a tárlóink azok 1996-osak, és a berendezésük is. Áthúztuk a tárlókat, tehát új drapériát kaptak, a leletanyagot átrendeztük, kibővítettük, ugye azért az elmúlt években igen sok érdekes tárgy és értékes tárgy került elő, akár a vásártéri feltáráson, akár pedig más egyéb mentőfeltáráson, Brigéció területén. Azért mondom Brigéciót, mert ugye Szőny, illetve Komárom egy része is tudjuk nagyon jó, hogy ide tartozik. Tehát próbáltuk az újdonságokat is bemutatni, illetve a falon a tablók megújultak. Már az élvezetet nem rontja az állandó kiállításban az üveg alatt elhelyezett, tehát maga az üveg, amely a tablókat fette, hanem egy újfajta technikával helyeztük el a képeket, a magyarázó feliratokat, amelyeket már igyekeztünk, ha címszavakban is, tehát van, amikor csak címszavakban, de mindenképpen három nyelven, magyarul, angolul és németül megjeleníteni. A múzeum időszaki kiállítása, amely a tűzoltóság történetéből szemezget, még március végéig látogatható. Komáromi napokra a nagy komáromi földrengés 250. évfordulójára készítünk egy kiállítást. Ennek a anyaggyűjtése, levéltári kutatása már folyamatban van. Nem csak a földrengéssel, hanem egyáltalán komáromi katasztrófákkal foglalkoznánk, tehát járványokkal, árvizekkel, és tűzvészekkel, bár ugye tűzvészekkel már most a tűzvédelmi kiállításban és a tűzoltó kiállításban foglalkoztunk, tehát azzal azért kevésbé. Nyáron úgy néz ki, hogy lesz ásatás, Komárom város önkormányzata támogatásával elsősorban a vásártérem, és ehhez kapcsolódóan nyílt nap és a szokásos nyári régészeti kiállítás. Ősszel a Gyürki kastély, a Seje János kórház 100 éves múltját bemutató tárlat nyílik meg a múzeumban, melynek gyűjtési munkálatait városunk helytörténetében jártas lelkes csapat végzi. Ami azt jelenti, hogy megyünk az információk után, gyűjtjük az anyagot a Gyürki családról, mindazokról, akik a családdal valamilyen kapcsolatban voltak, tehát a szolgálóktól kezdve a kocsison keresztül a kertészig, és a kórház korai időszakából is gyűjtünk információkat. Szeretnénk minél több bútort összegyűjteni, minél több berendezési tárgyat összegyűjteni a kórház időszakából. Úgy gondoljuk, hogy ilyenek azért vannak még felelhetők Szőnyben, de ha nem is adják oda legalább a fényképüket, hogy megismerhessük, hogy milyen is volt valójában ez a kórház, mert nagyon-nagyon kevés információnk van. Majd novemberben ismét folytatódik a komáromi mesterségeket bemutató sorozat, melyben a komáromi halászokkal foglalkoznak majd. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácia cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponsz-Danubi régióban Crossing Borders by Information in the Ponsz-Danubi Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon át nyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.